Ciao, brutta gombia. Jó napot kívánok mindenkinek. Garis szép napot, délután napot mindenkinek. Most jöttem haza a munkából. Azok, akik állítsák, hogy nem dolgozok, nagyon sajnálom, de bunkó emberek. Elnézést, hogy így kell, hogy fellépjek. Most jöttem haza. Belány. Kódusok. Minden emberre értem, aki engem megsért és megbánt. Van pénzem, és én soha nem nyitottam már Facebookot, és a nevembe írnak, mint lakatos ibolya, hogy a béletet akar. A béletet a Száva Vince úrtól. Meg pénzt. Mikor kértem én bárkitől pénzt? Meg lehet kérdezni? Ilyen tök nyugodtan. Meg lehet? Meg? Mikor? Miért csinálják ezt velem? Miért nem hagynak már békén? Gyerekek, tűcsátok, aki a Facebookon ott van, hogy lakatos ibolya. Nagyon szépen kérek mindenkit, aki engem megkedvel, jelentsétek. És a Száva Vince úrral meg jobban nem húznak újat, mert megütik a bokájukat. Meg. Én ilyet nem mondtam. Egyáltalán, és nem írok ilyet, hogy nekem pénz kell. Van pénzem. Hála mi atyánknak. Van. Nem vagyok kódus. Világos? Nem vagyok. De ez már felháborító. És még ott van az én nevem, hogy a lakatos ibolya. Hát végig olyan. Gyújtsatok rá a százas mutira. Bizony, hát igen, jó nagy szálú. Bizony, erre gyújtsatok rá. Szíjátok el a béke pipát, azt kopjatok már le rólam. A rossz hebbe. Hogy nem, ha tudtok már engem békén hagyni? Hogy nem? Állandóan kirepülök? Mi a rossz sebet nem főztök? Mindjárt nekiállok főzni, most jöttem haza a munkából. A radai rossz seb nyomja el a kezeteket, amikor megbántottok. Azt nem mindenkire értem. Azt nyomja el. Hát dolgozok, bakte. Most jöttem haza. Kell pénz, bore? Ha igányom ide? Én kérek albérletet? Hát minek, mikor saját házam van? Minek kérek én albérletet? Minek? A Száva Vince úrral fogok beszélni. Mindegyiket jelentse fel, amelyik ezt csinálja. Jogokat sértenek. Bizonyám, ez nem játék, álljon meg a menet, hogy az én profilommal játszanak. Mondtam, figyelmeztettelek benneteket, vigyázzatok. Mikor főztem? Menj már a prikeziába. Oda. Mi az, hogy mikor főztem? Mit kérdezel te? Te mikor főztél ki? Most jöttem haza, jó asszony. Most. Most megyek a boltba. Főzni fogok. Megmutatom mindenkinek, jó? De sőt, lehet girosz leszek, mert megtehetem. Nem is főzök, veszek egy hamburgert, meg egy giroszt. Még egy ilyet ideír valaki, takarodik a vonalomról. Mit főztél? Dolgoztál? Dolgozzál! Én dolgoztam, keményül. Bizony, nemrég léptem be a házba. És hallom, hogy mi a fejlemény. Egyből értesítenek. Nem tudtátok, hogy nekem sok az ismerősöm, és elmondják. Sok. Van pénzem. Nem vagyok rászorulva, hogy albérletbe menjek, vagy éppen bárkitől kunyeráljak. Mi ez a hazugság? Mi ez? Kitől kértem én eddig bármikor, bárkitől bármit? Soha. Akkor álljon meg a menet. Teli van a zsebem, bizonyám, hát igen, vagy tagun, de kiverem a velük a szemüket. Ki fogom így cseszni a szemüket? Nem 500 forint, azért sem mutatom, mert meg ellopják még ezt is.
Mondod, van pénzem. Nem kell. Van a páromnak is. Nem kérünk senkitől segítséget pénzbe. Bizony. Senkitől sem. Hát azért mit képzelnek magukról? Ilyet kitalálni. Hát Száva Vince úrral jó jártok. Tudja ebben veletek, hogy hüstölni fog. Az biztos. Mert most jelezni fogom neki, hogy mit találtatok ki. Á, profit nyitottatok a nevembe. Hogy én akarok albéletbe menni, meg pénzt kéregetek. Én? Inkább ti kérjetek tőlem. Jó? Sok gonosz ember foglalkozna mindegyik magával. Köszönöm szépen, így van. Így igaz. Nem azt csinálják, hanem velem foglalkoznak. Velem. Akkor csak értékes ember vagyok, ha mindig ibolyán lovagolnak. Igaz? Van mind lovagolni. Kicseszni a YouTube-ra, azt hiszem, van mind lovagolni. Jobb lenne saját magukon lovagolnának. Meg rendet raknának ők is a portájukon. Bizony, ezen kéni parkodni, nem mindig lakatos ibolyát kihaigálni. Mert ha engedélyezem, akkor meg igen. Százas múlti. Ja, gyújtsatok rá szépen. Van füstelő? Akkor gyújtsatok rá. Bocskosok. Hát de nem azok. Ha megint fogunk itt ülni. Te, most hogy itt kell magunknak megyek. Mert jó, bírom magamat. Azt hiszem. Bírom magamat és bírom a munkát. Hehe, bezanyám. Csak nehogy a munkatársaim odaírjanak a bocskosoknak. Bizony, hogy én nem hagynak már békémet. Nemrég jöttem haza. Mondták, hogy dudoljak. Nem dudoltam, mert mondtam, munkaterületen vagyok és nem éneklek. Majd ha kiértünk, akkor dudolok. Várták a dudolást, Ibolya meg nem dudolt. Mondtam, dudoljatok ti 500 forint fejenként a dudolás. Igaz, hogy elment a kedvük? Hát bizony, hogy el. Hát nehogy már ingyen énekeljek, nem? Nem vagyok ilyen ember. Pénzt kéregessek. Ezt hagyd mondjam már el. Ha mi ez? Valami élet, meg minden, meg hú, ha megáll az eszem, mit találnak még ki? Milyen még? Milyen még? Nem volt már nektek elegetek? Nem mindenkire értem. A rossz akaróimra, akik elvitették a gyermekemet. Nem csak mi vagyunk itt a hívások, hanem azok a patkányok, akik nyugodtan tudnak zabálni, meg aludni. Én meg már fél kettőkor fenn vagyok. Meg egy órakor kiülök. Van szívük? Nincs. A jó Isten pusztítsa meg őket. Ezt kívánom, minél hamarabb fekete gyertyát fogok estet gyújtani a utcánakkor, hogy égjen értük. Mindegyik után, amíg ezt csináltam vele. Á, Facebook, Timikém, tudom, megyem a szívedet, de mit csináljak, mondd meg. Én mondtam neked, hogy nyitni fognak úgyis. Bekavarjanak mindenhol, csak hogy ne tudjanak segíteni rajtam. De én felveszem a Cáva Vince úrral a kapcsolatot. Nem fog rájuk hallgatni, hanem megbünteti őket. Ennyi. Tudod? Kérni fogom, hogy büntesse. Még azt is képes leszek kifizetni. Büntesse meg, amelyik ezt csinálta. Csak nehogy segítsen. Bizony. Úgy is megoldom. Akárhogy verik a... az állukat a földhöz, vagy én nem akarok csúnyán beszélni. Akkor is megoldom. Végre viszem az álmomat, és a kisfiamat hazahozom. Akármit csináltok, nem mindenkire értem. Akármit. Száva Vince úrnak nagyon nagy a keze, ami odaér. És a mai nap folyamán fogok vele beszélni. Fel fogom hívni. Hogy itt mivelnek, hogy áll Facebookról, az én nevemből írnak.
Hogy én mit akarok, mit kérek? Hát mi ez? Ha nem kérek én semmit, én adok. Majd én adok. Elrendezi, majd én adok neki. Bezenjük. Adunk. Adunk. Majd én. Úgyhogy kus, coki. Majd én adok neki. Csak rendezze már ezeknek a patkányoknak a dolgát. Egy már el van rendezve. Nem állapot, amit velem művelnek, hát ilyen nincsen. Hát nem csináltam semmit, most megint kim vagyok, hogy áll Facebookon. Bocsásson már meg a világ. Soha nem kéregettem senkitől. Egy karék kenyeret se. Semmit. Meg a habéletbe. Kacagjuk már ki. Jó? Küldjünk már röhögős helyet. Kacagjuk már ki. Mikor kértem én a habéletet? Mikor? De az most nagyon megüti a bokáját, aki nekem a Facebookon. Az én nevembe írká. Megüti. Nem fog jó járni. Az biztos. Lassan el kell tőletek köszönjek, mert megyek a boltba. Köszönöm a kacagósért, így van, ki kell kacagni őköt, hogy hihihi. Bizony, hehehe. Hogy ez mind hazugság. Úgy is beszélek Szába Vincével. Tegező viszonyban vagyunk, fogok vele beszélni, hogy mit művelnek. Ez is bűncselekmény. Hehe, úgy-úgy kacagjatok. Ez az. Ki kell kacagni. Hehe. Szia, Anikőm, nézd meg, mit csinálnak. Nyitottak egy app Facebookot. Vigyázzatok nagyon mindenkit, arra kérek, mert az én nevem van ott. Lakatos Ibolya. Hogy én albéletet akarok. Meg pénzt kérek. Hát nem is kértem soha. Soha. Nem kértem. Senkitől. Hát ilyet csinálni, gyerekek. Hát nem... Istenem, nem is tudom, hogy egyes emberek nem tudnak magukkal foglalkozni. Nem tudnak. Leírnak is picsáikról szőzni, kutyúkatni. Más embernek az életével kell még most is beletörni. Belegázolni. Nem volt elég. Megkérdezhetem. Nem elég. Amit művelnek? Nyolcszor rekoli be. Juliska is fog hívni, Mariska is, meg lesz egy Marcsika. Olyan sokat fogok csinálni, hogy azért is ki fogok dőlni abból a székből. Mert hogy ti nem tudtok sót csinálni, az olyan biztos, hogy én itt ülök. Majd én csinálok sót. Azt hiszem, azért se adom fel. Azért se, amire ezt csinálják. Egy Jongst? Nem adom fel. Keményű melózok, és belém kötnek. Most megyek a boltba, megbosakodtam, mennem kell. Bizony. De szerintem busztikán megyünk egy gyrosz, meg egy nem tudom, te mit kívánsz. Hónap meg én megyek dolgozni. Bizony. És hazudgálnak, hogy nem dolgozok. Nem a kurva Isten itt, igaz? Nem. Nem bizony. Én tudom, hogy milyen fárasztó munka. Azt hiszem. De fürge vagyok. Lehet, hogy eljárom a Jackie Chan táncot. Bizony. Estére. Nézzék már meg, hogy a lakatos ívója, hogy talpra állt. Bizony. Még egy valamit mindenkitől megkérek. Itt az élő live-omban. Akárki mit kap, ne fogadja el tőle. Hangüzenetet kérjetek, mert én mindig hangüzenetet küldök. Senki ne fogadjon el semmit. Most ezek mindenre képesek, csak hogy ne legyen ismerősöm. Ne legyen láttatásom, ne nézzetek, ne hallgassatok, megutáljatok. Mindenkit arra kérek, mikor én írok, vagy én nem is írok, hangüzenetet küldök, akkor az én vagyok. Ha ír, akkor mondjátok, hogy coki. De erre kérek mindenkit. Remélem a Száva Vince úr majd meghallgassa ezt, amit én üzenek neki, hogy nagyon jó emberről van szó, aki nagyon sok emberen segített. Nagyon jó lelkű ember, és az olyan embereken segít, akin lehet. Rajtam lehet.
De ti nem fogjátok azt összerombolni. Nem mindenkire értem. Nem fogják. Mert nem hagyom. Majd most küldök neki egy hangüzenetet, hogy vigyázzon oda, mert át profillal élnek vissza az én adatlapommal. Hát dehogy nincs guztustalan munka. Dehogy nincs, Enikő. Jaj, van bizony. Aztán ne tudd meg, hány ember guztustalan munkát végez. Bizony. Csak én látom. Az enyém nem guztustalan. Jó a munkám. Munkaerőképes vagyok. Bizony. Jó a munkám, szeretnek. Nagyon megszerettek a főnök is. Főnök asszony is. Bizony. Mondták, dudoljak, én megmondtam, nem dudolok, mert munkaidőben vagyok. Bizony. De ezt nem csinálhassák velem. Mindig még belém taposnak. És nem hagyják abba. Ezt ezért nem volt live. Csak tudjátok róla. Mert fotózzák és teszik ki. Lekamerázzák, vagy mit csinálnak a seggfejek. Leveszik szépen, és dobják kifele. Élvezkednek ezen? Ha? Fekete gyertyát fogok este gyújtani 8 órakor. Hogy mind abba feküdjön bele. A fekete gyertyába, amit velem művelnek. Szóljál úszni, hogyha mehetünk. Nagyon kész vagyok. Mehetünk akkor. Mindenkitől elköszönök, amit a dercsem óra, 8 órakor jelentkezek. És majd nem főzök szerintem, mert már ahhoz fáradt vagyok. Lepancsikázunk szépen bizony, és hozok magamnak egy girosztálat. Bizony, a csöves kaudus hoz magának egy giroszt. Ahogy mondják. Utoljára elmondom. Soha nem kértem senkitől semmit. Volt, aki felajánlotta, hogy adna nekem pénzt. Küldene. Nem kértem. Akkor miről beszélünk? Hogy költse a családjára, ne rá. Akkor kibe van itt a szív? Nem ezekbe a mai emberekbe. Pénzért csinálunk mindent. A Varga Irént nem tudom bántani. De viszont egy részből igen, hogy képes mindenre a pénzért. Nem tudnám megcsinálni. Nem. Nektek dudolok. 8 órakor jelentkezem. A viszont látásra, mert megy egy giroszér.